Na hát, lassan elindulnánk. Szeretettel köszöntöm mindenkit, és külön is szeretném köszönteni Noah Steinberget, aki az RICS-nek a nemrégiben megválasztott újjelnöke Magyarországon. A Planning and Development Professional Group-nak ez a Planning Breakfast, vagy Várostervező reggeli című sorozata, ez ugye most változatosan a harmadik évadát nyitja meg. És arra gondoltam, hogy itt nekem az elmúlt fél év az egy nagyon érdekes kísérlet és a jegyében is zajlott. Tulajdonképpen a Műegyetemen megtaláltak, és egy Erasmusos diákoknak szóló sorozatot csináltam, aminek az volt a motója, vagy a témája, hogy kortárs urbanisztikai kihívások. És hát ez egy ilyen hatalmas sorozat volt, és nagyon sokat olvasgattam hozzá. És arra gondoltam, hogy az idei első alkalommal egy picit ezekből az olvasmány élményeimből megosztanék, mert szerintem izgalmas egy kicsit a mi kis mindennapos, akár épületüzemeltetési, akár fejlesztői, vagy várostervezői hétköznapjainkból egy picit kimenekülni, vagy egy kicsit egy tágabb horizontot fölvázolni. Gyakorlatilag ugye a város fejlődésnek nem szeretnék egészen az őskoráig visszanyúlni, de egy picit azért a múltba belepillantani. Vannak, akik ilyen nagyon egyszerűen le tudják írni, hogy mi történt az elmúlt 100 évben az európai, vagy a nyugat-európai és amerikai városfejlődésben, és sokan felismerik azt, hogy ezek a folyamatok nagyon hasonlóan alakulnak ma akár Dél-Kelet-Ázsiában, akár Afrikában. Vannak olyan dolgok, amelyek örök életűnek tűnnek, ilyen a kerék is, amit valaki valamikor egyszer felfedezett, és azóta ugye az elektronika, a nem tudom én, gépjárműveknek az egyéb technikái nagyon sokat fejlődtek, de valahogy a kerék az mindig olyan kerek maradt. És vannak a városoknak is ilyen paradigmatikus, nagyon alapelemei. Ez például egy római kasztrumnak az elrendezése, ami gyakorlatilag a középkori városoknak az alakulását, de aztán később az újkorban is, hogy ez a raszteres szervezés, ez egy nagyon hatékony térszervezési forma, és ez így megmaradt. Tehát ugye az előadásomnak azt a címet adtam, hogy innováció és városfejlesztés, és az innovációban mindig ez az újdonság van benne. Tehát valami módszertan, valami új technológia, ami hat a városra, de azt is látunk el, hogy vannak olyan innovációk, amik egyszer megszületnek, és utána valahogy szervező erő megmaradnak, és nagyon hosszú távon meghatározzák azt a környezetet, amiben működünk. Sok évvel ezelőtt már felmerült bennem, hogy az egyik ilyen innováció, ami a 70-es, 80-as évek Magyarország és általában a kelet-európai közlekedés tervezési szinte teljesen hiányzott ez a körforgalom. Ugye mindig csak párizsi képeslapokon lehetett látni ezt a megoldást, és aztán egyszer csak jött a rendszerváltás, és egyre másra szinte már túlzárva is visszük a körforgalmat. Tehát gyakorlatilag nincs olyan új iparterületi vagy kereskedelmi fejlesztés, ahol legalább három körforgalmi csomóponton ne kelljen átmenni. Ha már az innovációról beszélünk, akkor érdemes egy kicsit elgondolkozni azon, hogy tulajdonképpen hosszabb távra visszatekintve milyen technológiai változások, milyen időintervallumban hatottak a világunkra, vagy a civilizációnak a fejlődésére. És itt lehet látni azt, hogy bizony van egy nagyon komoly felgyorsulás. Tehát egy-egy dolog, ami egy ilyen avantgárd ötlet, vagy kísérleti termék, vagy fejlesztés, az nagyon hamar a mainstream, azaz a fő sodorrá változik. Aztán utána jön egy újabb ötlet, ami átveszi ennek a helyét a dolgokba. Ugye, nem tudom, hogy ismeritek ezt az ábrát, de nagyon szeretem ez a korunknak a kütyű világa, hogy hogyan hat a már egészen kicsi kortól. Ha most visszapörgetjük egy picit az időt, és mondjuk az 1800-as éveknek az első felében vagyunk, akkor ez éppen London, erre Párizs. Ha ugyanezt a világot ma megpróbáljuk megkeresni, akkor Mumbaiba kell utaznunk, vagy Rio de Janeiroba. De gyakorlatilag látszik, hogy ezek a nagy globális növekedési centrumok, ezek szinte nagyon hasonló pályát, jóval nagyobb léptékekkel
járnak be, mint amit az iparosodás hozott a 19. század első felében, 18. század második felében Európa és Észak-Amerika városaiban. Ezeknek a problémáknak a kezelésére egy mérnöki innováció hozott megoldást, és ez pedig a szennyvízelvezetés csatornázás volt. Nyilván párhuzamosan az ivóvíz, az egészséges ivóvíz ellátásával, és itt például mutatom, ez a John Bazalgette, aki a londoni nagy csatorna rendszernek volt a tervezője, de gyakorlatilag az európai városokban, amit ma ismerünk és szeretünk, 19. századi városok, beleértve Budapestet is, ugye gyakorlatilag mind a mai napig ezekkel a lassan 150 éves rendszerek élnek, amelyek ki tudják szolgálni úgy az esővíz, mint a szennyvíz elvezetését. És még ami hozzátartozik ehhez, hogy ő nem csak mérnökként ezt a láthatatlan rendszert hozta létre, hanem gyakorlatilag ő volt az, aki kiépítette Londonban a tappartokat is, és gyakorlatilag ugyanez a tendencia, hogy a városok, amik addig elfordultak a saját folyójuktól, tehát a folyó fekvő városok, és gyakorlatilag a hátsó kertek néztek, és többé a szemetet dobták bele a folyóba, vagy maximum gazdasági funkciója volt, az hirtelen ráfordult a városra, és rögtön egy promenáddá változott, és egy egészen más minőséget hozott létre. A másik ilyen nagy 19. századi innováció, az gyakorlatilag a városrendezés volt, amely ebből az egzugos, favellás, középkori telekszerkezetben nagyon radikálisan egy rendszert hozott, egy közlekedési rendszert hozott, amelyhez nyilván épülettipológiák is csatlakoztak, és ugye ami még izgalmasabb, ugye ez Haussmann Báró, a párizsi, szintén a közmunkáknak, tehát gyakorlatilag ő is elsősorban csatornázási volt, és egy főmérnöki volt a városnak, de tulajdonképpen a mai Párizst, amit ismerünk, neki köszönhetünk sok szempontból. Itt látszanak ezek a nagyon radikális bemetszések a várostestbe, aminek egyébként egy nagyon komoly ingatlan finanszírozási háttere is volt, de gyakorlatilag ő egy kisajátításos rendszerrel ezeket a régi házakat a város pénzén megszerezte, és utána az újra kialakított terveket pedig már egy magasabb áron tudta értékesíteni, és ebből a folyamatból gyakorlatilag egy fenntartható városfejlesztést tudott létrehozni. Egy hasonló, nagyon eklatáns példája, hogy a Barcelonának a tervezett része. Menjünk egy kicsit az épületek szintjére. Az épületeinknek egy nagyon markáns, tehát a város alapvetően egy belső tömör szerkezetben alakult ki a 19. században. A fölfelé történő elmozdulásnak alapvetően a felvonuló megjelenése adta az óriási lökést, és gyakorlatilag nem telt bele néhány évtized, hatalmas felhőkarcolók népesítették be a főleg az észak-amerikai kontinens városai. Azonban ezek nem akadálymentesen épülhettek, tehát nyilván a fenti, tehát a műszaki korlát mellett megjelent a városnak egy ilyen élhetőségi szempontja, ez a benapozási vizsgálat, és 1916-ban New York városa hozta az első ilyen szabályozási rendeletet, ami a későbbi övezeti szabályozásoknak egy ilyen nagyon komoly erőfutárának számít, és tulajdonképpen innen számítjuk a portás várostervezésnek ezt az övezeti szabályozási rendszert. A háború előtt még, a 30-as években megjelent egy gondolat, hogy ez a 19. századi város mindezen innovációk ellenére továbbra is egy nagyon rossz minőség és egy rossz hatékonyságú rendszer. Ezért a modern építészek, konkrétan Le Corbusiert lehet látni, a francia, illetve svájci származású építész, aki gyakorlatilag azt mondta, hogy egy olyan innovációt kell végrehajtanunk a városban, ami teljesen megszünteti a korábbi struktúrákat, és gyakorlatilag egy zöld mezőben, ilyen hatalmas tornyokban lakógépeknek kell összeszervezni a lakó és nem lakó funkciókat egyaránt. És ennek ilyen ideológiai mintája az gyakorlatilag az egyedi lakás egységnek az optimális benapozása és egészséges átszellőztetése is. Tehát ez volt az ő ideájának a lényege, és tulajdonképpen ez sokszorozta meg ezekben a tornyokban, vagy aztán a több helyen megépült ilyen magas épületeiben. Ez a gondolat gyakorlatilag egy nagyon avantgárd történet volt. Tulajdonképpen a Corbusier
az pályának az első felület, tehát a második világháborúig gyakorlatilag gazdag embereknek nagyon szép luxus, egyébként lakhatatlan vagy nagyon nehezen működtethető luxus házakat tervezett, hiszen az látszik, hogy azok az építészeti modellek, amikből ő építkezett, azoknak a technológiai háttere még nem volt jelen, tehát nem tudtak lakostetőt olyan módon szigetelni, ami... Tehát ugye a Villa Savoy egy ilyen elátkozott példa, ahol gyakorlatilag a lakó folyamatosan vagy húzatban, vagy éppen a fejét lecsöpögő vízbe kellett, hogy lakjon. Most a háború utáni nagy újjáépítési időszakban azonban ezek az eddig avantgárdnak gondolt gondolatok hirtelen átcsaptak és a mainstream tervezési elveivé váltak, és gyakorlatilag Nyugat-Európának is ezeket a modelleket importálhatta a mi térségünkbe is. Tulajdonképpen a jóléti állam modelljének a fizikai manifestációivá váltak. Ezek az alapvetően ekkor még azért tömegközlekedési és egyéni közlekedésre optimalizált monofunkcionális negyedek, és nyilván a gondolkodás, az innováció nem állt meg, tehát voltak egészen extrém ötletek is, azért annyira nem extrém, hogy legalább formalizmusában ugye ez a dolog megvalósít ugyanaz a szerző a két munkában. A keleti végeken pedig a japán építészek egészen extrém újvárosi modelleket dolgoztak ki, ezeknek is vannak épített manifesztumai, amik létre is jöttek, mint egy prototípusok, és nyilván azt is tudjuk, hogy az a fajta lakótelep építészet, amit elég jól ismerünk itt a térségünkben is, tulajdonképpen ezekből a gyökerekből táplálkozott, nyilván ennek egy sokkal leegyszerűsítettebb az ipari termelésre optimalizált változatai, ahol egyébként az elvek nem sérülnek, tehát hogyha ma is bemegyünk Vikás megyeren egy kis ilyen lakásba, akkor azt látjuk, hogy tényleg reggeltől esik süt a nap, de ugye nem ez a probléma ezekkel a házakkal alapvetően. De most, hogy nem ez a probléma, az azt is mutatja, hogy viszonylag hamar bizony ennek a fajta építészeti, városépítészeti ideának is megjelent egy nagyon radikális kritikája. Itt a két képen egyébként ez a Szentújzi Yamamoto által tervezett lakókomplexum volt, amelyik az egyik első volt, ami gyakorlatilag 10 éven belül lepontottak, mert egyszerűen megcselhetetlenné vált az a szociológiai környezet, ami ott kialakult, nem egész egy évtized alatt. Miközben maga a terv, illetve maga az épület, amikor átadták, akkor egy elégségészeti díjat is nyert. De most nyilván nálunk egy kicsit hosszabb időt kellett várni erre a fajta radikális megoldásra, de azért azt látjuk, hogy Hollandiától kezdve, és ebben azt hiszem, hogy Németország jár az élen, gyakorlatilag megjelent ezeknek a lakóterületeknek a átépítése, és ez itt azt hiszem éppen egy Lipcsei példa, ahol egy sokkal emberléptékűbb, barátságosabb lakónegyedé alakítják át ezt a lakótelepi világot. Visszalépve még egy picit, gyakorlatilag a modernizmus nem tudta eltörölni a 19. századi város, mert ugye ő saját maga föl akarta váltani az ő logikája mentén. És valamikor a 70-es, 80-as évek fordulóján ezek a megmaradt 19. századi nem feltétlenül nagyon jó minőségű lakókörnyezetek, ezek egy másfajta innovációt indukáltak. Megjelent egy elsősorban szociális hátterű gondolat, részben megint az avantgárddal indul a történet, megjelennek ezek az önkéntes önhatalmú lakásfoglalók, Németország, ugye Berlin, Kreuzberg, és elkezdenek egy saját autonóm modellben kvázi bebizonyítani, hogy ezek a hagyományos lakókörnyezetek is élhetők és értékelhetők. Ezért egy budapesti példa itt a Magdolna negyednek a rehabilitációjának egy ilyen kis mikrobeavatkozását mutatom, ahol nagyon érzékenyen tulajdonképpen felismerve azt, hogy azért az emberi életet nem csak a napfényből meg a vízből, hanem szociális interakciókból is áll, gyakorlatilag megpróbálja ezeket a meglévő kereteket egy új tartalommal megtölteni, és főleg ez a humán szociális kapcsolati hálót építeni, és kinyílik a világ, hogy most már nem csak egy felülről lefele jövő akarat az, hogy meghatározza, hogy mit történik a városban, hanem megszólalnak azok, akik a mindennapi használói a tereknek,
és tulajdonosok, üzlethelységeknek a bérlői, ottani lakók, különböző célcsoportok, és itt például ezek osztrák példák. Nekem egyébként személyesen is egy ilyen pályaorientációban egy nagyon fontos elem volt, ez Timo Hubernek írják az urat, ő 74-től kezdve az úgynevezett szelíd város megnyitásnak volt az egyik ilyen fő motorja a Bécsben. És itt látunk az ő területéről néhány projektet, ilyen köztéren habilitációk, városi kertek és egyébként ugye ezekről tavaly egy picit beszélgettünk, mint amikor a Kortárs Építészeti Központnak a kezdeményezésre mutatkoztak be a sorozatba. Megint a léttét és a kreativitás, régi, lepusztult épületeknek az újra felfedezése, megint egy rehabilitációs paradigma, egyfajta innovációt igényel, hogy azok a struktúrák, amik megint akár a kereskedelemre, hogyha gondolunk, nagyon profin kitalált logisztikai rendszerek, nagyon profin kitalált belső elrendezések és kiszolgálási hálózatok, a vevő élménynek az irányítása, ez hogyan tud beleépülni egy meglévő struktúrába. Ez itt a bostoni Fennel Hill Marketnek az épülete, tulajdonképpen ez egy egykori raktár, piaccsarnok, nagykereskedelmi egység volt, a bostoni belváros és a kikötő között található, és a Rouse cég vásárolta meg, és gyakorlatilag egy ilyen közterületi programmal együtt, ez már a 80-as évek elején, tehát viszonylag az első előfutára volt Észak-Amerikában ennek a típusú a városiasság újrafelfedezésének. Ez a fajta város használatnak az ember közelisége, és mondom, ez a szociális kapcsolatrendszer, az, hogy a városban különböző módon tudunk működni. Ez a 60-as évektől kezdődően különböző építészeti iskolák, itt Jan Gill nevét tudnám említeni, aki ezt folyamatosan publikálta, hogy egyszerűen jöjjünk le a szemmagasságig és elemezzük a teret, vagy lesz egy másik példám is, szintén nézzük meg a Project for Public Spaces nevű non-profit szervezet, egy nagyon komoly ilyen tesztrendszer dolgozott ki, figyelték, filmezték, hogy hogy használják az emberek a tereket, és utána javaslókat tettek, hogy hogyan lehetne ezeket gyorsabbá tenni. Az, hogy ez a dolog tulajdonképpen egész most a közelmúltban vált olyan értékűvé, ez a beavatkozás itt a Trafalgar téren Londonban, a National Portrait Gallery előtt, ez 2 évvel ezelőtt történt. Tehát, hogy úgy tűnik, hogy Budapest is ezekkel a legutóbbi időszaknak az Európai Uniós projektjeivel tulajdonképpen teljesen a kortárs innovációnak a részeként tud működni, tehát mondom, a globális központok ismét csak most ébrednek rá, hogy adott esetben a belvárosokkal máshogyan lehetne dolgozni. Nyilván a közlekedés sem, hogy egy kicsit vissza fogok térni. Times Square, New York. Itt az innovációnak az a lényege, hogy persze, ezt már mindenki tudja, hogy igen, kiszorítjuk az autókat, és akkor milyen szép piaccák jönnek létre, ezt megcsinálni nagyon nehéz. Gyakorlatilag, hogy kialakult, tulajdonképpen az 50-es évektől kezdődően ezekre a szabályozási rendszerekre alapozódó egy nagyon komoly város tervező, város irányító, szabályozó rendszer, aminek van egy bődületes jogszabályi környezete, és van egy nagyon komoly hivatali apparátusa, aki ezt emészti és valamilyen irányba mozgatja. És ezek az ötletek, amik nem ebből a paradigmából származnak, nagyon nehezen találják meg azokat a réseket, hogy bekerüljenek ebbe a rendszerbe, és ebből az avantgárd dologból egy ilyen mainstream gondolatként meg is valósuljanak. Itt az volt az izgalmas, hogy a várostervezés irányítók olyan iskolából jöttek, akik nyitottak voltak az ilyen jellegű gondolatokra, tehát eleve nem a tagadással álltak elő. Viszont az igazi áttörés, amit úgy hívunk ma, hogy taktikus urbanizmus, az az volt, hogy nem végletesen, nem álltak bele abba a rendszerbe, hogy akkor elkezdünk előtanulmány, hatásvizsgálat, előzetes, nem tudom, ilyen döntések, majd utána tenderek, és egy végleges megoldás fele elvinni a dolgot, mert ennek az átutási ideje nagyon hosszú. Ők azt mondták, hogy csinálunk egy kísérletet, és ez tulajdonképpen a mai
vagy barkács kultúrának, ennek a maker mozgalomnak a filozófiája, hogy prototípusokat gyártunk, tesztelgetjük a valóságot, és tanulunk a hibákból, és aztán egyszer csak lesz egy kijelent megoldás. Gyakorlatilag itt az történt, hogy egy hétvégére lezárták a Times Square-t, lefestették zöldre vagy pirosra az aszfaltot, és kiraktak napernyőket és székeket, és azt mondták, hogy próbáljuk ki, hogy egyrészt bedöglik-e a New York-i közlekedés ennek a csomópontnak a hiányába, és akkor utána meghosszabbították, megnézték egy hétfői napot, megnézték egy napot, utána többet nem állították vissza ezt a forgalmat, hanem ugye onnantól kezdve már valóban egy ilyen építészeti beavatkozás lesz. Vannak olyan helyzetek, amikor még csak ennyit sem kell csinálni. Ugye Berlin úgy döntött, hogy ő egyszerűen zöld felületeket szeretne a használaton kívüli vasúti területeken létrehozni, és ahelyett, hogy megint egy ilyen hosszadalmas folyamat, hogy hatásvizsgálat, meg nem tudom én, ilyen olyan előterjesztés ki mit mond, azt mondták, hogy jó, valamilyen egyszerű megoldással elkezdik fásítani ezeket a területeket, és egy nagyon komoly park rendszer jött létre, ami egyébként nagyon népszerű is, és nem foglalkoztak azzal, hogy ott esetben ott vannak az infrastruktúrák. Tehát ez egy viszonylag olcsó megoldás, rá lehet fogni, hogy ez egy átmeneti dolog, mert lehet, hogy 5 év múlva azt fogja valaki gondolni, hogy hát azért itt nem tudom, én kéne egy kis környezeti valamit csinálni, de addig is már egy zöld felület növelés történt, és gyakorlatilag a biológiai aktivitás értéket fokozta egy sűrű városi részen, ahol eddig egy ilyen barna mezős terület volt, ami ránézésre sem volt túlzottan szimpatikus. Ezeknek az ötleteknek a szimbiózisa vagy találkozása, tehát ez a humánléptékű város találkozása azzal az igényel, hogy egyre kevesebb környezeti terhelést bocsássunk a világra, és minél jobban tudjuk gazdálkodni akár az energiával, akár más erőforrásainkkal. Gyakorlatilag már 10-15 évvel ezelőtt ilyen modell településeknek a kiépítése vezetett. Néhány kutatók, ez egy mondani példa, ami egy ilyen épület komplexum. Nagyon érdekes ennek a szociológiája is, mert megvizsgálták, hogy egy átlagos londoni ember, ha lakik egy hagyományos lakókörnyezetben, akkor általában néhány emberrel tart kontaktust, és néhány, tehát 10 alatti azoknak a száma, akiket mondjuk név szerint ismer az utcájában, vagy az épület, vagy a házában. Ebben az épületben gyakorlatilag hiszem 17 az, akivel szorosabb a kapcsolat, és 20 fölött van, akiket legalább név szerint ismernek a lakók. Tehát, hogy ez egyfajta ilyen társadalmi kísérletként is nagyon izgalmasak ezek a próbálkozások, ez itt egy Helsinki példa, amit mutatok, illetve a malmői PO01, amiben rengeteg olyan technológiai fejlesztés is van, ami akár itt az esővíznek a hasznosítása, a hulladék gazdálkodás, ami kevésbé építészeti elemei ennek az együttesnek, de nagyon fontos elemei. Egy másik gondolat, ez az akupunktúra jellegű városfejlesztés, ami szintén ennek egy ilyen zöldes vonala jelenik meg, ahol ugyancsak a úgymond hulladékterek, vagy eddig fel nem használt területeknek, és nyilván ennek van egy csomó ökológiai pozitív hatása is, de tulajdonképpen növényekkel, illetve hát ennek az extrém vagy kicsit ipari méretű példája, ahol megjelenik már nem csak hobbiket szinten, hanem egy városi mezőgazdaságként egy ilyenfajta hasznosítás. Egy nagyon jó emblematikus példája ennek a filozófiának és ennek az alulról jövő kezdeményezésnek a New York-i Highline-nak a példája, ami egyébként, amikor ez a két úriember összetalálkozott egy ilyen lakossági fórumon, ahol arról volt szó, hogy ezeket a használatunk kívüli magas vasúti pályákat el fogják mondani, akkor már nagyjából ugyanígy néztek ki, csak nem ennyire rendezett és kitalált növényzet volt bennük, hanem mint ez a berlini példa is, így elkezdtek nőni a virágok. És tulajdonképpen ők egy fotóssal karöltve először egy fotóprojektet csináltak, amivel rádöbbentették a környezetüket, hogy itt egy biotóp alakult ki mindenféle szánték ellenére, és tulajdonképpen egy-két éves nagyon aktív kampánnyal két ember, aki addig nem is ismerte egymást, ezen a lakossági fórumon találkoztak, gyakorlatilag egy városrész megújításnak a motorjává tudták tenni ezt a területet,
amely ma már ugye olyan építészeknek, mint Jean Nouvelnek az új épületeivel van szegélyezve, és egy lenomló, ilyen kvázi alulhasznosított ipari területből egy nagyon trendi világ alakult ki. Térjünk vissza még egy picit ehhez a problémás időszakhoz, a 19. századhoz. Eddig, amit néztünk, az gyakorlatilag ezt a meglévő valóságot akarta vagy radikálisan elbontani, vagy valamilyen módon újra értelmezni, és egy új tartalommal megtölteni. Volt egy olyan mozgalom, akik azt mondták, hogy ezzel a várossal nem érdemes semmit csinálni, hanem ki kell mennünk ebből a városból, és egy teljesen újra kell építeni a világot. Ugye ez a három mágnes, a város és a vidék szépségeit megpróbálod ötvözni a harmadik dologba, ez a Town Country nevű elv, és hát mindenféle vizsgálatokat is végeztek, ahol bemutatták azt, hogy azok a fizikai manifestációk, ahogy egy ilyen angolszász típusú munkás lakónegyed kialakult, ugyanazzal a sűrűségével egy sokkal magasabb értékű, és ezt a városi és a vidéki milliót magába egyesítő városi környezetet lehet létrehozni. Itt mutatok néhány példát ezekről. Nyilván ennek ez a világ, ez még az autó megjelenése előtt formálódott. Amerikában a streetcar suburböknek hívják, hogy ezek a villamos vonalak mentén, Angliában vasútvonalak mentén alakultak ki ezek az első ilyen kertvárosok. Azonban az autó egy óriási lökést adott ennek a típusú új városépítészeti mozgalomnak. Az egyéni mobilitás gyakorlatilag felszabadította a korlátokat, és ezek a települések a nagyvárosok környezetében nagyon gyorsan el tudtak szaporodni. Itt mutatok egy ilyen alapképletet, ez az a bizonyos neighborhood unit, ami ezeknek a településeknek az alapképlete. Van saját belső szolgáltatási központ, a nagy átmenő forgalom mentén jelennek meg a kereskedelmi vagy üzleti létesítmények, és egyébként a történet az alapvetően a lakónegyedről szól, ami ekkor még gyalogosan nagyon jól bejárható volt, sőt olyan szinten, hogy itt kezdtek el kísérletezni azokról a rendszerekről, ami aztán egyébként a modernitásnak, a modern várostervezésnek is az eszköztárában nagyon hangsúlyos lett, az ő elválasztott forgalmi rendszerek, hogy ne kelljen keresztezni a gyalogosnak és a gépkocsinak a forgalmat. Gyakorlatilag nem telt be egy-két évtized, és ezek az eredetileg gyalogosan is bejárható és lakályos elővárosi települések egy ilyen hatalmas masszává, szuburbiává nőttek ki, ahol ma már gyakorlatilag az alapszolgáltatásokat sem lehet gyalogosan igénybe venni. Itt mutatok egy jó összehasonlítást, egy ilyen új típusú elővárosi település és egy ilyen klasszikus a 20-as évekből származó elővárosi településnél. Gyakorlatilag az adott házból egy bizonyos gyalogos távolságra milyen típusú kereskedelem, szolgáltatás és egyéb intézmények érhetők el, míg ugyanez a tőle 20-40 kilométerre kijelből fekvő területen már látszik, hogy gyakorlatilag abszolút funkció szegénység van, tehát folyamatosan rákényszerülünk arra, hogy egy kicsit használjuk. És hát ugye ennek az innovációnak van egy olvasata, ami nagyon erősen összefügg ezzel a közlekedési rendszerrel. Itt van egy ilyen nagyon jópofa karikatúra, ami nagyon röviden összefoglalja Észak-Amerikának a település történetét. Hát azt látjuk, hogy ez ugye nagyjából a 60-as évekig követően ezt a dolgot, de ugye a végén már csak a lámpák és az autók és az aszfalt látszik ebből a butolikus környezetből. Nem akarok nagyon belemenni ebbe az ábrába, de megpróbálja, egy nagyon összefoglalását adja annak, hogy tulajdonképpen a városi közlekedés és egyáltalán az egyéni mobilitásunk és a tömegközlekedés viszonya, az gyakorlatilag milyen hullámokban, milyen típusú innovációkat hozott létre, tehát mindig a domináns közlekedési mód az úgy tűnik, hogy nagyon erőteljesen magára szabta a városi környezetet. Van ennek egy jó oldala is, az is látszik, hogy megjelentek megint csak kicsit ilyen avantgárd dolgok, hogy adott esetben
egy városvezető azt mondja, hogy akkor nem tudom, bizonyos napokon kiürítem a várost, és autómentes napot kivetek, vagy csak biciklit lehet használni. És ez is egy ilyen mozgalomként utána egy mainstream fejlesztések felé viszi el, tehát gyakorlatilag a nagyon autóorientált városokban is megjelenik az, hogy az igény, hogy legyen kerékpáros infrastruktúra a fejlesztésnek egy terve, egy régi gondolása, és elinduljunk, és itt lehet látni, hogy bizony ez a fajta adaptáció, hogy ezek a gondolatok hogyan válnak az első kísérletekből, az első tesztekből, egy ilyen elfogadott városfejlesztési eszközrendszer részévé, az bizony nagyon gyors felgyorsul. Itt lehet látni különböző ilyen rendszereket, és ez például nagyon izgalmas a város közlekedésnek az adaptációja, ami nyilván arról is szól, hogy az elején még ez egy szubkultúra, és ahogy megjelennek azok a kerékpárú barát infrastruktúrák lehetőséget, akkor hirtelen mások is felfedezik az ebben rejlő lehetőséget, és már nem csak egy bizonyos jópofa kampány üzenetek, ami egyébként egy másik mozdulat, ami a most már szinte építészeti vonatkozásban is megjelenik ezt, amikor az ember és az emberi egészség, mint városi tervezési feltételrendszer vagy szempontrendszer megjelenik, mint akár egy épületen belül is. Ugye ma egy korszerű irodaházban azért nagyon nehéz megtalálni a lépcsőházat, és általában mindenki elsősorban visszafele van tájolva, és úgy tudjuk, hogy ez is elkezd más irányba fejlődni. Megjelenik az az igény, hogy még azok a lustább életet élő emberek is legalább azt a néhány lehetőséget, hogy föl tudjuk menni egy-két szintet maguk, azt szeretnék használni. És nyilván nagyjából itt fogom most lezárni ezt a részét, mert a következő nagy innováció, ez az úgynevezett okosság, vagy az okosítás, ami a különböző eszközeink révén és ezeknek a nagy rendszereknek, ami a városnak a működését biztosítja, tehát a közinfrastruktúra, energia, közlekedés infrastruktúrák, óriási mennyiségű adatot generálnak, és nagyon sok város ezeket az adatbázisait most megnyitja, és gyakorlatilag egy nyílt forrású adatrendszerként rendelkezésre állnak, és nagyon sok fejlesztés, kifejezetten applikációk jönnek ezáltal létre, amelyek a város működésnek a hatékonyságát hivatottak javítani, vagy elősegíteni. Még visszalépve egy mozzanat a közlekedésre, megint egy nagyon innovatív gondolat az, hogy a különböző közlekedési módok, tehát ahogy az övezetesítés az a különböző funkciókat próbálta széttolni, és ezáltal elembertelenítette a várost, és most úgy tűnik, hogy a városiasítás az a funkcióknak az újra visszaszövése és találkozása. Ugyanígy a közlekedési módoknak is ez a nagyon erős széttolása azt eredményezte, hogy volt egy priorizált közlekedési mód, ez volt az egyéni autós közlekedés, és minden arra lett méretezve. Ugye vannak ilyen videók, hogyha az ember nézeget a YouTube-on, ahol ilyen helyi aktivisták bizonygatják, hogy Amerikában a mai közlekedési szabvány az arra van méretezve, hogy olyan műveket húznak még ilyen kisebb lakóterületeken is, hogy ne kelljen lelassítani a gépjárműnek, aki ott átlag. Ezzel viszont annyira eltávolítják a két járdaszegélyt, hogy egy idősebb ember sokkal nagyobb veszélynek van kitéve. Tehát gyakorlatilag most itt a hollandok Derben hozták létre az első ilyen Wohlerfeld lakóutcát, ami aztán megint az európai belvárosi rehabilitációs projekteknek egy forgalomcsillapítási paradigma már változott, de ilyenek vannak különböző példáról, ilyen gerilla akcióval próbálják a helyi közösségi lakók valamilyen formában moderálni a gépjármű forgalmat, és gyakorlatilag visszaszerezni, visszakapni azt a teret az autóktól, ami az ő lakókörnyezetük. Megint viszonylag friss mondani példa, ez az együtt használom a teret, ez nagyon sokakban, mivel így vagyunk szocializálva, azt feltételezi, hogy nagyon komoly szabályoknak kell lenni, tehát vannak járdaszegélyek, ott én vagyok az úr, van az aszfalt, ahol az autó az úr, és akkor különböző rendszerek szabályozzák, hogy ki, hol, mikor kap elsőséget. És ez a Kensington Road Londonban, amelynek nemrég csináltak egy ilyen
átalakítását, ugye nagyon hasonlít ahhoz, ami a Várkert-Bajnok bazár előtt most megvalósult Budapesten is, hogy gyakorlatilag egyensúlyba hozza ezeket a dolgokat, és azt mondja, hogy itt nincsen semminek se elsőbsége, hanem mindenki vitesz a másikra, meg nyilván a saját életén is. És az a döbbenetes, hogy a statisztika azt mutatja, hogy a korábban a gyufogyártás és a nem kielégítő kapacitásokat nem lehetett úgy beállítani a lámpákat, hogy az emberek fegyelmezetten mindig kivárják, sokkal nagyobb volt a baleseti arány, mint itt, ahol gyakorlatilag ilyen egyenrangú felettként működnek a járóterek. Nyilvánvaló az is hozzátartozik ez a történethez, hogy gondol nagyon radikálisan szabályozta a behajtást a belső város részeiben, tehát ilyen értelemben bizonyos forgalmi intenzitások meghatározzák azt, hogy az ilyen típusú innovációk ennyire mainstream-é tudjanak látni. Említettem ezt a Project for Public Spaces nevű szervezetet, aminek van egy ilyen kis ábrájuk, amit én nagyon szeretek, és gyakorlatilag ez egy olyan programot ad, ami ők ezt a közterekre találták ki, de egyre inkább azt látom, hogy gyakorlatilag az utcák és általában a belső városiasságnak egy nagyon jó ilyen értékmérője, tehát magyarul egy olyan elrendszer biztosít, amit egy tervező még tud gondolni, hogy azok a fizikai megoldások, amiket javasol, azok hogyan adnak egy adott területnek a komfortjához, mennyire biztosítják az átlátszhetőséget, a kapcsolódási lehetőséget, mennyire barátságos egy társadalmi kapcsolatteremtésre az adott terület, és mennyire vonzó különböző aktivitásoknak a befogadására, és adott esetben egyfajta ilyen facilitátor tudna lenni. Na, ezt itt elmondottam, de nem baj, az animáció lemaradt. A lényeg az, hogy ezzel szeretném zárni ezzel a képpel, hogy ezekben a dolgokban van egy nagyon fontos mozgatórugó, hogyha bármelyik történetet végigvesszük, mindig volt egy nagyon erős első valaki, aki ezt az innovációt elindította, és tulajdonképpen az a kortárs kultúra, ez a kicsit ez a do it yourself barkács kultúra, ami azt gondolom, hogy most nagyon, nagyon aktuális és egy ilyen trendéhez válunk. Ez gyakorlatilag azt hozza, hogy tulajdonképpen egészen kicsi léptékben lehet dolgokat kezdeményezni, és tulajdonképpen ezek összeadódva legsokszorozzák élhetőbbé teszik a területeinket. Mi gyakorlatilag itt Budapesten is nagyon szépen látjuk azt, hogy néhány ember elkezdett valamit csinálni, és abból lett egy nyitva fesztivál, akár a kétesekre gondolhatok, de számos más olyan program van, ami akár régi épületeknek a felújítását, vagy Urány produkciós ház például egy ilyen példa erre, újra élettel és értelemmel tudnak megtölteni területeket. Tehát érdemes egy picit a hangárnak lenni, érdemes egy kicsit eltávolodni a mainstreamtől, és tulajdonképpen úgy tűnik, hogy van erre ezeknek a folyamatoknak a további felére és a nagyobb léptékben történő átalakítására. Ez egy végig a végére, ez egy nagy plakát egy autópálya mellett, akinek valaki úgy volt egy utcai rész, hogy ennek valami jó hasznosítást tudnak próbálni. Úgyhogy ezzel zárnám most ezt a kis gondolatébresztést.